Hello, hello! Jó napot kívánok mindenkinek! Ma megint csinálunk egy ilyen francia videót, de hogy kell franciául olvasni? Kezdjük, jó? Van, amikor a E-T betű egy szó végén, azt úgy kell mondani, hogy E, mint például le poulet, a csirke, le poulet, a csirke, le poulet, vagy például egy játék, un jouet. Vannak olyan szavak, amikkel ER betű vagy EZ betű a végük, és úgy kell ezeket mondani, hogy E, mint például le nez, az orr, le nez, vagy például un rocher, ez pedig egy szikla, un rocher. Egy szikla. Van ez a H betű, amit franciául nem mondunk ki, mint például le thé, a teja, le thé, vagy például hélicoptère, az a helikopter, hélicoptère, l'hélicoptère, vagy például, amikor valaki náthás, a nátha, az a rhume. Hát H-val írjuk, de nem mondjuk ki. Minek írjuk így? Az egy jó kérdés, de így kell írni. Szóval ez van. Vannak ezek a ő kimondású szavak, mint például EU betűvel, vagy OEU betűvel. Szóval EU betűvel lenne a neuf, mint a 9, neuf, vagy deux, mint a 2, deux. És OEU betűvel, mint például a tojás, un œuf, œuf, az a tojás, œuf, szóval egy tojás, un œuf. Ez nem olyan nehéz. Adok még egy-két példát, például le beurre, a vaj, és le cœur, a szív, le cœur, a szív. Remélem, hogy tetszett ez a lecke, és majd legközelebb is találkozunk. Sziasztok!